Levi koraszülöttként jött a világra az Iker tesójával együtt. Egy oxigénhiány következtében a fehér állománya súlyosan elvékonyodott, és ez a mozgására is a beszédére is kihatással van. A mozgása nagyon súlyosan sérült, de érteni megért mindent, és nagyon szeretné kifejezni magát. Próbáltunk már többféle kommunikációs eszközt, de sajnos még nem találtuk meg az igazit. Mivel a mozgása súlyosan sérült, így a mozgása nem tud gépeket irányítani, viszont különböző hangokat tud kiadni, az igent, nemet, azt meg tudjuk különböztetni, ezért nagyon jó lenne egy olyan eszköz, ami hangadásra reagál. A Mulhalmi Mulha Ferenc Általános Iskola robotika csapata vagyunk. Olyan programot, robotot álmodtunk meg, amellyel olyan gyerekeknek tudunk segíteni, akik születési problémák, baleset vagy valamilyen egészségügyi probléma miatt mozgás és beszédképtelenné váltak. Ők a mai iskolai rendszerben nem tudnak részt venni, viszont sokan vannak olyanok, akiknek az értelme nem sérült és súlyosan értelmesek, csak nem tudják magukat kifejezni. Minket személyesen is érint ez a probléma. Környezetünkben él egy 7 éves kisfiú, akit Levinek hívnak. Levit mi csak lecsónak beszézzük, nem tud önállóan mozogni, és sajnos beszédesen fejlődött ki. Különböző hangokat képes kiadni, de mindent megért és szeretne kommunikálni. Léteznek már olyan programok, amelyek a hasonló sorsú gyerekeknek nyújtanak segítséget, de feltételezik, hogy a kezével ki tudja választani a megfelelő képet egy adatlistából. Sajnos Levinél ez nem működik. Két opciónk van. Az egyik az, hogy egy lapon vagy egy tableten képeket rakunk fel, és egy EV3-as robotkarral elindítjuk felette, ami Levi hangjára megáll, elrakja az alatta lévő képnek az adatját, és a legvégén összerakja is, egy szót kapunk, egy értelmes mondatot kapunk belőle. Ennek a programnak megvalósítását EV3 kar nélkül is meg tudnánk oldani. Ez a második ötletünk. A Scratchben írnánk meg a programot, ahol a kar helyett egy szereplőt használnánk. Ezzel szóképeket és betűket is képes lehet Levi megtanulni, és később, mikor már megtanult olvasni, vagy látott kifejezésekkel kommunikálni, könnyebb lenne neki a világ. A program fejlesztésében Levi pedagógusa is bekapcsolódna, aki sok hasonló kisgyerekkel foglalkozik. A program kivételezésében sajnos nagyon nagy hátrányunk van. Nincsen hangszenzorunk, ezért nem tudjuk kipróbálni. Köszönjük a figyelmet!